Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket itt a templomunkban, a Szent Angyalok hajlékában és otthonaitokban, kedves média apostolainkat, az Apostol TV kedves nézőit, akikkel közösen imádkozunk, és fölajánljuk ezt a mai szentmisét média apostolainkért, és ima szándékaikra. Ide teszem az oltára mindazon ima szándékokat, amelyeket elmondtak az imalánc műsorunkban, vagy szívükben hordoznak. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellene! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a tudás könnyen felfuvakodottá tesz, a szeretet azonban épít. Aki tetszeleg tudásában, az még nem ismerte föl, hogy mi a helyes ismeret. Aki azonban szereti Istent, azt az Isten is magáénak tudja. Ami a bálványoknak áldozott húst fogyasztását illeti, tudjuk, hogy nincsenek bálványistenek a világon, hanem csak egy Isten van. Igaz, a pogányok égi és földi istenekről beszélnek, mivel sok istenük és uruk van, nekünk azonban egy Istenünk van, az Atya, akitől minden származik, és mi is ő érte vagyunk. Egy Urunk van, Jézus Krisztus, aki által minden van, és mi is ő általa vagyunk. De nincs meg mindenkiben ez a tudás. A bálványokkal kapcsolatban némelyek még most is a régi meggyőződésben élnek, és úgy fogyasztják a húst, mint áldozati eledelt. Mivel lelkiismeretük téves, beszennyeződnek. Ha viszont te annak tudatában, hogy nincsenek bálványok, megezed az áldozati húst, de bizonytalankodó testvéred csak azt látja, hogy a bálványoknak áldozott húst eszel, és szintén eszik belőle, akkor a te tudásod miatt követel bűnt, pedig Krisztus érte is meghalt. Ezért, mikor testvéred ellen vétkezel, mert megsértett bizonytalankodó lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Ha tehát az étkezésem a testvéremnek lelki romlására vezet, inkább sohasem eszem húst, csak hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Halleluja!
Az Úr legyen veletek. És veled. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hiszen ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott, és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban föltehetjük a kérdést a mostani evangélium hallatán, hogy vajon mi lehet a keresztényi szeretetnek a lényege? Mi az a többlet, amit a felebaráti szeretet jelent? Mindenki Isten képmása, hitünk szerint, és éppen ezért az a kölcsönösség, a létezés, a másik személyének elfogadása talán ebből a hitből fakadóan érthető, azért kell szeretnünk, vagyis igenelnünk mások életét magunk körül, mert hogy embertársaink, más szóval a fele barátaink, ugyancsak Isten képmásai, ahogyan mi magunk is azok vagyunk. A másik emberben az Isten képmást kell tisztelnünk. Azt, hogy ő is teremtménye, ő is gyermeke a jó Istennek, ha nem is krisztusi értelemben okvetlenül, mert sokszor nem tudjuk, hogy ki az, aki a keresztségben Isten gyermekévé lett, de maga az ember Isten teremtményeként fontos Isten számára. Mert azáltal, hogy valaki megszületett, létezik, él, azáltal már tudomásul vehetjük, hogy az ő életét Isten akarta. Hogy aztán milyen kapcsolatok alakulnak ki az emberek között, az egy más dolog, az sok minden meghatározza, vagy irányítja.
de a szeretetnek a fogalmában ezt a lényegi dolgot kell felfedeznünk, hogy a másik ember is Isten képmása. Aranyszabályokat hallottunk, ezeket most nem ismételjük át, mert az Úr Jézus pontosan megfogalmazta a kölcsönösségnek, a nagylelkűségnek, az irgalomnak, a megbocsátásnak, a megtorlás elkerülésének a szempontjait. Aztán egy másik szép lelki csokrot is találunk Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a szeretet himnuszban. Megvannak tehát a részletes szabályai a krisztusi szeretetnek. Nekünk egy dolgot kell megjegyeznünk, hogy ne legyünk félreértésben, vagyis ne tereljük érzelmi és személyeskedő síkra a szeretet fogalmát, vagy a szeretet tényét. Itt, ahogy olvassuk a templomunkban, hogy az Isten szeretet, az Úr Jézus nyitott könyvének üzenete, ez a keresztény élet lényege, hogy mi Istent látjuk, vagyis Isten képmását látjuk a másik emberben. Igyekszünk ebben a hitben élni, gondolkodni és cselekedni. És amikor meghallgattuk ma az első olvasmányban Szent Pál apostolnak a figyelmeztetéseit a bálványok szempontjából, a bálványnak áldozott ételekről, meg egyáltalán ez a bálvány fogalom mit jelent, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy amikor a saját elképzeléseinket, felfogásunkat erőltetjük magunkra vagy másokra a szereted dolgában, akkor igazából bálványozzuk magunkat is, hamis értékekben gondolkodunk, nem a krisztusi, előbb idézett és hallott evangéliumi értékekben. Ma már nem különböző ételekkel, vagy áldozatok lakomával, vagy egyéb áldozatokkal tisztelgünk a nem létező Istenek előtt, ahogy az apostol is mondja, hanem oly módon, hogy a Jóisten szándékai szerint emberi elképzeléseket követünk, nem az ő tanítását. Isten azt akarja a létünkről, minden ember létéről, hogy legyen, hogy mi legyünk, és akkor valósul meg a szeretet, ha igent mondunk mások létére. Amen. Isten fizesse. Kérjük testvéreim, bízó lélekkel az Atya Isten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek. Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg! Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét, és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy áldja meg média apostolainkat, és hallgassa meg kéréseiket, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy elhunyt szeretteinket, jótevőinket, lelkipásztorainkat, híveinket, viszont láthassuk a boldog feltámadás dicsőségében, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, mely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy engedd boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Folytatjuk a 226-os éneket a felajánlási verszakkal. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész menyezetet házjára. Istenünk igaz jámborság és békesség szerzője, add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egyé szívünket Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, hogy életre hívtál minket. Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, hanem mindig itt vagy mellettünk. Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, úgy vezeted most is az egyházat, szent lelked ereje és fénye által. Szent fiad nyitja meg számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. És ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt fölségednek, dicsérő éneket zengünk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kiváltképp most, midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket. Magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Kérünk tehát mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet e kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Thank you.
Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És hittel vagyunk feltámadásodra, amíg el nem jössz. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kényszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, és feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk. És ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, hogy valamennyien papok és hívek Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel, segédpüspökeinkkel együtt örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, hitet és reményt sugározva magunkból. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanukkal, szent angyalaiddal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen büszkeség köztünk. Isten maradjon, te veled fedezd.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondod, és megbékül az emberkel. Kedves testvéreim, a 126-os éneket fogjuk énekelni. Könyörögjünk. Istenünk, Te igéddel élteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
Amen. Kedves testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, hogy a mai este egy szép beszélgetésre kerül sor itt a templomban, körülbelül 6:30-tól, amikor is a nigériai érsekatya Valerian Maduka Okeke és paptestársai beszámolnak a mincenti tiszteletről Afrikában, miként imádkoznak érte és hozzá boldogávatásáért. A mi bíborosunk boldoggá avatásáért, és ezeket a tanúságtételeket tudjuk majd meghallgatni. A televízió, az Apostol TV mindezt majd élőadásban közvetíti. Utána pedig énekes szentségimádás kezdődik, a beszélgetést követően egy szent óra, melyre mindenkit szeretettel hívunk, ugyancsak a televízió élőadásában. Mind az Apostol TV, mind a Hegyvidék TV kedves nézőire, jelenlévő testvéreimre a Jóisten áldását, az Úr Jézus világosságát kérem, amit majd a 146-os ének első és második versszakával is kérni fogunk. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj értünk, magyarok szent őrangyala, könyörögj, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj értünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj értünk,